Milyen munkákat és feladatokat végeztél kint Amerikában? Amerikában többek között élő showkon dolgoztam, élőben dolgoztam különböző kiállításokon. 3 napon keresztül egy saját standon minden egyes nap témában megfelelő munkát kellett prezentálnom az ottani közönségnek, és ezáltal bemutatnom saját magamat és azt magát a művészi oldalát a munkámnak és a kreativitásomnak. Honnan jött az ötlet ahhoz, hogy ezzel foglalkozzál? Ha őszinte akarok lenni, erre a kérdésre sose tudok válaszolni. Tehát ezt nem tudom így megmondani. Én gyerekkorom óta rajzolok, én nagyon jól másoltam. Tehát önálló ötleteim, nagyon kevés önálló ötletemet rajzoltam meg, de nagyon-nagyon szerettem másolni. Aztán nagyon elkezdett érdekelni a divatvilága. Volt egy időszak, mikor a továbbtanulás előtt álltam divattervezőnek, és akartam annak idején készülni, de egy kicsit így elsiklott ez a történet, és 30 éves koromban tértem vissza a művészi oldalához az életemnek. Nyitottam egy saját szalont, ahol csak vendégsminkeket akartam készíteni. De valahogy egyik napról, egyik évről a másikra így jöttek az ötletek, jött a kreativitás, jöttek a karakter építések, és egyik gondolat hozta a másikat. Kerestem azokat a szakembereket, azokat a mestereket, akiktől tanulnék, először csak face art kategóriába, aztán mikor már azt kitanultam, akkor jött a body art, jött a testfestés, maszkolás. Most már a kiegészítőktől kezdve a teljes stylingig én rakom össze magukat, a látványterveket. És akkor ennek a folyamatnak a részeként képezted is magad? Így van, ez folyamatos. Én mindig azt mondom, hogy én 10 éve képeztetem magamat. Azon túl, hogy hosszú évek óta már saját workshopokat, képzéseket, tanulókat vállalok, azon túl a mai napig minden egyes ilyen utam az fölér egy workshoppal, mert látok új technológiát, megtapasztalom az új anyagokat, amikkel kint Amerikában dolgoznak, hogy hogyan kell velük dolgozni. Ez egy vége láthatatlan kör, ennek sosincs vége, mert évről évre jönnek ki az újabb technikák, az újabb divatirányzatok, és nekem ezt mindet el kell sajátítanom ahhoz, hogy a saját oktatási rendszeremen belül én ezt 100%-osan át tudjam adni akár a tanulóimnak. Hogyan lehet kijutni hódmezővásárhelyről Amerikába ezzel a szakmával? Én úgy gondolom, hogy kellő kitartással filmes maszkot ott tanultam Prágában. Ott jöttek ezek a lehetőségek, tehát ők nyitottak a világra, ők általuk jutottam el Prágába filmforgatásokra, amerikai produkciókba is dolgoztam velük együtt, mert hála Istennek a filmes szakmát, a filmes maszkos szakmát, azt már én úgy gondolom, hogy az egy csapatjáték, tehát ott nem, az nem egyéni, ott csapatban dolgozunk. Ők úgy érezték és úgy látták, hogy én ebbe a csapatba bele tartozhatok. Mivel ők abszolút nyitottak Amerika fele, általuk az ő iskolai rendszerük által jutottam ki először, mint tanulójuk. Aztán a következő évben pedig már, mint önálló szakember dolgozhattam az IMEC-en. Nyitottnak kell lenni a világra. Az internet az már annyi lehetőséget rak elénk. Persze nagyon jó, hogyha valaki tud nyelveket beszélni, mert akkor már könnyebb. Én nagyon sokat köszönhetek az orosz nyelvnek. Én orosz mesterektől tanulok a mai napig, és én hiszem és tudom azt, hogyha nem beszélném anyanyelvi nyelvi szinten például az oroszt, akkor ezeket a technológiákat nem ismerhettem volna meg. És az egyik lehetőség hozza magával a másikat. Hogyan éled meg ezeket az utazásokat? Neked ez mit jelent? Hát de elsősorban egy hatalmas feltöltődés. Én imádok utazni. Nagyon örülök neki, hogy a munkámmal össze tudom kapcsolni az utazást, hogy olyan helyekre juthatok el a szakmám által, ahova azért nem gondoltam volna, hogy eljutok. Olyan emberekkel ismerkedhetek meg, akiket a tévében látunk. Nekem ez mind-mind pozitív és feltöltődés és inspiráció és motiváció.